Az energiatudatosság és energiahatékonyság áll a középpontjában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és Vásárosnamény település közös projektjében. Ennek célja, hogy minél szélesebb körben ismertessék meg a lakossággal a megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve hogy megváltoztassák az ezekkel kapcsolatos berögződéseket. És a témával kapcsolatban vendégünk a stúdióban Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, és Filip Sándor, Vásárosnamény polgármester. Jó napot kívánok, köszöntjük az urakat. Az első kérdésem az lenne, hogy mi a tapasztalat? Ennyire szükség van tényleg még mindig a lakosság körében arra, hogy megismertessék velük a környezettudatos életmódot? Én azt gondolom, igen, ez változatlanul fontos tevékenység, és a következő években is, következő évtizedekben is fontos tevékenysége lesz az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, hiszen bármilyen hatékonynak is tűnik akár egy hulladékgazdálkodás, mindig van mit rajta csiszolni. Bármilyen jónak is tűnik egy megújuló energiaforrás használata, vagy egy alternatív energiaforrásnak használata, mindig van rajta mit csiszolni, és mindig van további lépési lehetőség. Ha elértünk valóvá, akkor onnan mindig tovább kell lépnünk, akár a szemléletformálási akciókban is. Legérzékenyebb korcsoport erre egyébként a fiatalok. Ott igyekszünk megfogni a felnövekvő generációknál ezt a szemléletformálási programot is. Önöknek is ez a tapasztalat, mint polgármester? Hasonlóan látjuk mi is, ugyanis ha belegondolunk abba, hogy annak idén, amikor az ember kirándulások kapcsán a nyugati ország részbe elkeveredett, látta a szélerőműveket, napelemes rendszereket, és ezek szépen csendesen elérkeztek ide is, épp ezért városunk örömmel fogadta a megye felkérését, hogy együttesen próbáljunk meg elindulni egy olyan úton, ahol a legkisebbeknél kezdhetjük el a szemléletformálást, hiszen az óvodás és általános iskolás korosztály az, akiket ha megérinti az, hogy hogyan és miként lehet egy kicsit másképpen, egy kicsit egészségesebben a rendszereinkre odafigyelve élni és felnövekedni, akkor számukra ez már nem lesz újdonság. Számtalan település van a megyében, miért pont Vásárosnamény? Hát azt gondolom, hogy egy olyan sokadalom lesz Vásárosnaményben. Erre is gondoltunk a pályázat beadásakor, talán közösen is, de a megye részéről ez volt a motiváció, ami alapján sok emberhez tudunk eljutni. Tehát különböző eszközöket próbálunk felhasználni, például az vasárnapi sokadalom egy ideális lehetőség arra, hogy megjelenjünk, illetve hát a Bereg az olyan, a megyén belül olyan kitüntetett szerepben van talán a megye egészének a tekintetében, többi lakójának a tekintetében, mint amely viszonylag még érintetlen és igazán zöld szíve vagy zöld része a megyének, nem csak az országnak is különösképpen. Talán ezért éppen Vásárosnaményra gondoltunk és fogadókészségre találtunk. Hogyha tudom, azért van önöknek jó néhány olyan topos pályázatuk, hát ebben pedig a megyei közgyűlés is illetékes, amelyet ugye megvalósítottak, és ezen pályázat keretén belül azért az intézmények épületeit felszerelték olyan energiaforrásokkal, amelyek csökkentik ugye az energia kiadásokat. Örömmel látjuk azt, hogy a 3-2-2-es projektjeink, az a projektünk most már lezárult, és van három nyertes 3-2-1-es projektünk. Ez mind-mind energiahatékonyságra irányul, illetve takarékos működtetésére intézményeinknek, hiszen amikor nyilászárókat cserélünk, amikor hőszigetelés valósul meg az intézményeinken, amikor napelemes rendszereket tudunk felszerelni, vagy amikor talajszondás hőszivattyú beépítésére kerül sor, akkor fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ez már egy egészen új dolog, és hatékonyabban ezáltal környezetkímélőbben tudunk odafigyelni arra, hogy a mindennapjaink még élhetőbbek legyenek. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a közintézményeinken kezdjük el ezeket a projekteket, és a gyerekek már ebben nőjenek föl, és aki ezt látja az iskolában, ő fölhívja a szülei figyelmét is arra, hogy talán most már otthon is lehetne más rendszerekkel mondjuk a vizet melegíteni, mint eddig, vagy lehetne egy kicsit kevesebb gázt felhasználni a fűtésre. Úgyhogy a szemléletformálás, mint olyan, ott van a mindennapjainkban, de én nagyon büszke vagyok arra, hogy a topos forrásokból több mint 1 milliárd forintot tud a város arra fordítani, hogy az intézményei ilyen téren is megújuljanak. Eszközeik is vannak a lakosságnak arra, hogyha tudnak ilyen fajta életmódot folytatni, akkor tudjanak is? Igen. Tehát szelektív hulladékgyűjtése gondolok. Így van, így van. Ugye elnök úr a Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulásnak is, az elnöke is első perctől kezdve, mióta együtt dolgozunk, odafigyelt arra, hogy a szelektív gyűjtés az a megyében tényleg induljon el, és meg is indult. A társulás ugye több fúzión keresztül eljutott most a jelenlegi állapotához, és egyre hatékonyabban figyel oda
arra, hogy a szeleti gyűjtés, az zöldtöldék hasznosítás, aztán a komposztálás, olyan pályázatok is voltak a megyében, amelyek kapcsán a lakosság közvetlenül is komposztáló edényekhez juthatott, és ezáltal saját maga is környezettudatosabban tud élni, és ezáltal még élhetőbbé teszi a mindennapjait. Akkor adjuk át a szót annak, aki leginkább illetékes ebben. Hát számtalan ilyen programunk van, ugye a hulladékos gazdálkodási társulásnál tudnék menni, ha beszélni határmenti együttműködési programok keretében, éppen egy nyertes projektje, nem a megyei önkormányzatnak ugyan, de a Tisza Európai Területi Társulásnak ugyancsak ilyen célok mentén valósul meg a közeljövőben. De most visszatérve erre a szemléletformálási programra, rajzpályázatot hirdettünk, megszólítva ezzel az óvodás, iskolás korcsoportot, majd 200-an adtak be pályaművet, ezt is jelző, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, értékes jutalmakat tudtunk átadni a versenyzőknek, és hát megjelenünk a Zoár napi sokadalomban, remélhetőleg több ezer, akár több tízezer emberrel is tudunk beszélgetni, vagy kontaktálni, felhívni erre a szemléletmód fontosságára a figyelmet. No, beszéljünk akkor a Zoár napi sokadalomról, hogy itt pontosan mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak. Igen, nagyon fontos, hogy a Zoár napi sokadalom már nincs messze, hiszen június 14-15-16, egy hónappal előrébb jöttünk, és ugye a hagyományok, a családok és a sport napja, a háromnapos program, mely keretében a szlogenünk, amely szerint ugye híd, hagyomány és szórakozás között benépesítjük a teret, a Kraszna folyónk partját és a két híd közötti részen, illetve a hídon, a régi Kraszna hídon kerülhet sor azokra a projektelemek megvalósítására is, amelyekről épp az imént beszéltünk, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzat egy külön standdal készül, bemutatja mindazon lehetőségeket és mindazon szemléletformálási módokat, amely kapcsán szeretnénk alakítani a tudatot, formálni mindazt, hogy hogyan tehetjük még élhetőbbé a környezetünket. Nagyon fontos, hogy ilyenkor megszólítatik mindenki, de nem erőszakos módon, hanem aki úgy érzi, hogy ezen a területen is szeretne a kikapcsolódása közepette egy kicsikét információra szert tenni, az mindezt megteheti majd Vásárosnaimban ezen a hétvégén. Ha jól tudom, azért lesznek ott különleges dolgok is a Zoár napi sokadalmon, ami a megújulás tekintetében, már a környezetformálás tekintetében. Így van, információink szerint elektromos hajtású autó kiállítására is kerül sor. Ha jók az információ, már pedig miért ne lennének jók, tesztvezetésre is sor kerülhet, korlátozott számban nyilván, de látjuk azt, hogy ezen közlekedési eszköz egyre népszerűbb. Tudjuk azt, hogy vannak ugye hibrid autók, elektromos autók és minden olyan, amely a környezet minket kíméli. Ha jól tudom, teszt kitöltésére is lesz lehetőség, és arra kérek mindenkit, hogyha teheti, akkor látogasson el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzat standjára, illetve az Zoár napi sokadalomban vegyen részt, érezze jól magát, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sokan a családok, a gyerekek, a fiatalok erre az időpontra teszik már a családlátogatásukat is, és jönnek el a szülőkhöz, nagyszülőkhöz. Polgármester úr, folytatódik még a projekt valamivel, vagy ezzel? Ezzel vége ennek a programnak legalábbis, de a tevékenységnek nincs vége. Természetesen az más programokban folytatódik, remélhetőleg a közeljövőben vagy jövőben szemléletformáló programokban is, illetve hát olyan nagy projektekben, amelyek ezeket a célokat szolgálják, akár topos keretben, ugye még van kifutása a topos pályázati programnak is, elkezdődik a következő 7 éves programban való felkészülését, ott az Európai Unió, és hát nyilván Magyarország célja is ezeknek a céloknak minél teljesebb elérése. Ezt figyelembe fogjuk venni a következő 7 éves tervezési feladataink megvalósításakor, illetve hát mondtam, hogy van egy határmenti pályázatunk, amely hulladék lerakót valósítana meg Beregszász mellett Jánosiban, illetve egy biogázüzemet Kisvárdán, ugyancsak a hulladék gazdálkodási társulásnak a keretében valósulna meg a kisvárdai biogázüzem, illetve egy hasonlóan működő önkormányzati társulást szeretnénk megvalósítani Kárpátalján, amely önkormányzati tulajdonban végezni a hulladékos közszolgáltatás hasonlóképpen, mint a megyében. Elnök úr, polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt voltál.